Topos fejlesztés, 350 millió forintos beruházás Balatonbogláron. 20 éve az idősekért jubilált a Csertán Márton otthon. Jégpálya, péntektől csúszhatunk a Balatonparton. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Lakossági fórumot tartottak Balatonbogláron az épülő csapadékvíz elvezető rendszer folyamatairól. A város topos forrásból 350 millió forintot nyert a Császta városrész fejlesztésére. A munkák nyáróta tartanak, és várhatóan következő év tavaszára fejeződnek be. Több évtizedes vágya válhat valóra a balatonboglári Gágaszton, Vikár Béla, Kodály Zoltán utca, valamint a Matróz köz lakóinak. A nagyobb esőzések után ezekben az utcákban hömpölygött a víz, sok kárt okozva az ingatlan tulajdonosoknak. Most egy topos pályázat eredményeként megszűnhet a probléma. Mintegy 350 millió forintos beruházásról beszélünk, amire a városnak egyébként önerőből nem lett volna elég forrása, hiszen évek óta már készen vannak a tervek, mindig a pénzhiány miatt halasztódott ezzel, és most tudtunk lecsapni egy olyan top pályázatra, és itt kimondottan meg kell köszönnöm Móring József Attila kormánybiztosnak a segítségét is, hogy bele tudtunk vágni, és itt egy évtizedes probléma megoldásra kerülhet. Valóban több száz méter hosszan a vasút és a hetes út alatt is elég nehéz műszaki problémákat is meg kell oldani az építőknek. Végül a Balatonba kerül a csapadékvíz, mint egy nagy víztározó, onnan pedig hát nyáron akár fel is használhatjuk ezt a vizet. A munkák jelenlegi állásáról és az esetleges kérdésekről, felmerülő problémákról tájékoztatták hétfőn a városrész lakóit a könyvtárban. Ugyanakkor eddig komolyabb gondot nem jelentettek az ott lakók az önkormányzat felé. Legnagyobb gond talán az volt, hogy a szoros feszes idők miatt, időrend miatt a nyári időszakban is kellett munkát végezni, amikor az itt egy turisztikai szezonban. Ez valóban sok ember, sok nyaralókiadónál ez gondot okozott. Most már azt gondolom, ez lecsengett, most a kapubejárók építése folyik, ott is vannak esetleg kérdések és esetleg műszaki problémák, amiket meg kell oldani, tehát mindenképpen jó a face-to-face problémák felvetése. A kivitelezőknek leggyakrabban a közművekkel gyűlik meg a bajuk, itt sem volt ez másképp. Több helyen kellett a tervezetnél mélyebbre ásni az útban lévő közművezetékek miatt. Mindemellett arról tájékoztatták a lakosságot, hogy a munkák jó ütemben haladnak. Nekünk a feladatunk a vízlevezetése a vasútig, ott egy meglévő műtárgyon keresztül átmegy, és a Balaton előtti bevezetésnél van még egy ilyen pontszerű létesítményünk, egy átemelőt kell építenünk, ami majd a levezetett vizet beemeli a Balatonba. A kiépítésre kerülő csapadékvíz elvezető rendszer alkalmas lesz arra, hogy későbbi bővítéseket követően a vízgyűjtő területén lévő további utcák csapadékvizeit is befogadja. Elfogadta az országgyűlés a jövő évi adóváltozásokat kedden. A jogszabály főbb rendelkezései az átalányadózást és az iparűzési adót érintik. Az új szabályok szerint 2023-tól az átalányadózás a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel mértékétől függetlenül választható, továbbá január 1-től az átalányadózóknak csak negyedévente kell járulékbevallást benyújtaniuk. 4 évről 12 hónapra csökken az az időszak, amelynek el kell telnie ahhoz, hogy az átalányadózás újra választható legyen. A törvény megújítja az iparűzési adó egyszerűsített megállapítási módját, a háromféle jelenlegi módszert egyféle váltja fel. Az egyszerűsített adóalap 12 millió forint bevételi 2,5 millió forint, 12 és 18 millió forint közötti bevételi sávban 6 millió forint, 18 és 25 millió forint bevétel között, illetve kiskereskedő átalányadózó esetében 120 millió forint bevételi pedig 8,5 millió forint lesz. Fontos lenne növelni a Balatonhoz legközelebb eső termálfürdő, a Fonyód közelében található, egész évben nyitva lévő csiszta fürdő kapacitását. Ennek érdekében szólalt fel az országgyűlés hétfői ülésén Móring József Attila képviselő. A Magyar Távirati Iroda tudósítása szerint a KDNP-s honatja arról beszélt, a Somogy megyei csiszta fürdő hidrokarbonátos kénes gyógyhatású melegvize számos egészségügyi probléma kezelésében segít. A fürdő kapacitásának növelése több szempontból is fontos lenne, ugyanis a szezon nyújtásában, a holt szezon megrövidítésében is szerephez juthat. Hozzátette, hogy a fürdő közel van a Balatonhoz, kerékpárral, vasúton vagy autóval is megközelíthető.
Kérdésére Latorcai Csaba államtitkár elmondta, a Balaton továbbra is kiemelt fejlesztési térség. A 2030-ig szóló turizmus stratégia is jelentős célként kezeli az egészségturizmust és ezen belül a gyógyfürdők fejlesztését. Nem volt könnyű esztendő az idei a szőlészek, borászok életében, állítja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Légli Otto úgy véli, az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás miatt a csapadék ugyan hullik, de nem feltétlenül akkor, amikor az a szőlő vagy a szüret szempontjából ideális lenne. Ennek ellenére az idei pezsgő alapok kifejezetten ígéretesek, írja a sonline.hu. A borász szerint a Chardonnay kevésbé jól alakult, az olasz Riesling viszont annál ígéretesebben, amiből ráadásul egyre többet telepítenek a borvidéken. A kék szőlők jó ütemben kapták a csapadékot, ott szép eredmények lesznek a borokban. 20 éve gondoskodnak az idősekről a Csertán Márton otthonban, Kaposváron. A református lelkipásztor nevét viselő intézményben 63 lakó teljes ellátását biztosítják a nap 24 órájában. A jubileumi ünnepségen elismerésben részesültek az otthon dolgozói is. Közös énekléssel és imával ünnepeltek a kaposvári Csertán Márton otthon lakói, dolgozói és a meghívott vendégek a fennállás 20 éves jubileumán. Szita Károly polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, az önkormányzati telken épült otthon több egy puszta épületnél. A múló időben fényes pontként világlik minden olyan esemény, amelynek jelentőségét igazolja az élet. 20 esztendővel ezelőtt éreztük, talán tudtuk is, hogy a háznak az elkészülte az misszió. Nem pusztán azért, mert az idősek gondozása erkölcsi kötelességünk, hanem azért is, mert a református egyház a maga számára is kijelölte az utat azzal, hogy éppen Kaposváron, itt, a Béla Király utcában építette fel az első dunántúli idős otthonát. A köszöntőket követően Hella Ferenc, a dunántúli református egyházkerület esperese hívta közös imára jelenlévőket. Drága mennyei édes atyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálatelt szívvel köszönjük, hogy megszólíthatunk, és abban a reményben vagyunk itt, hogy Te is megszólítasz bennünket. Áldott legyél, Urunk, az ige üzenetéért, a tanításért, hogy együtt ünnepelhetünk. Ünnepelhetjük az elmúlt évtizedeket, és hálásak vagyunk a Te szent lelked vezetéséért, hogy ma is szólsz hozzánk, van mondani valót számunkra. Kérünk, hogy jöjj most is közénk, légy jelen közöttünk. Az intézmény alapítói és dolgozói úgy látják, az otthon több pusztán fizikai jólétet és ellátást biztosító helyiségnél. 20 esztendeje, hogy a gyülekezet presbitériuma úgy döntött, hogy felvállalja itt a városban a szociális gondoskodásnak az ügyét. És én azt gondolom, hogy ettől egy egyházi intézmény mindig többet szeretne vállalni. Természetesen van ennek egy olyan testi része, egy olyan kötelezettség része, ami a krisztusi felelősségünknél fogva ránk ruháztatott, az, hogy emberileg nézve méltóságot adjunk ezeknek az embereknek, a hozzánk költözötteknek, az, hogy minél inkább tudjuk őket szeretettel körülvenni, azokat a testi szükségleteiket ellátni, amelyekre azt gondolom minden embernek nagyon nagy szüksége van és méltó is rá. De ugyanakkor az egyházi szociális intézményeknek mindig van egy lelki oldala is. Mi nem csak azt szeretnénk, hogy ezek a testi szükségletek megelégítessenek, hanem mi úgy tekintjük őket, mint egy olyan lehetőséget, mint egy ránk bízott szeretett közösséget, akiknek szeretnénk mi bizonyságot tenni a mi hitünkre, és szeretnénk ezáltal is az ő napjaikat szebbé, élhetőbbé tenni, és szeretnénk őket az Isten közelségében tudni ebben a korban is. Az ünnepnapon elismeréseket adtak át az otthon dolgozóinak, illetve egy közös vacsorára invitálták a megjelenteket.
Fél percen múlt, hogy nem lett nagyobb baj Siófokon. Egy hajléktalan férfi feküdt a sínek közelében, ám a helyszínre siető két járőr még időben húzta le a töltésről, mielőtt a vonat odaért volna. Egy telefonos bejelentés alapján mentek a Baross hídhoz a rendőrök, és két karjánál fogva húzták le a sínekről. Az adott időpontban Kertész Rihárd őrmester körzeti megbízott, Kertész Kristóf őrmester járőrvezetővel látott el közös szolgálatot, a hajléktalan férfi nekik köszönheti az életét, írja a Sonline. Pénteken újra megnyitja kapuit a Balaton legszebb fekvésű jégpályája. A következő hetekben a Balatonboglári kikötőben a korcsolyázás mellett tematikus programokkal és gasztronómiai élményekkel is várják a téli sportok és a magyar tenger szerelmeseit. A legkisebbeket ezúttal is szórakoztatja majd Süsü, de a Mikulás is megérkezik majd a jégre. A Balatonboglári kikötőben immár hagyományosan nem csak a fő szezonban, hanem azon kívül is várják a tóhoz érkező vendégeket. A múlt hétvégén is tematikus programmal készült a Boglárka Bisztró, amely egy különleges forrongással fűtötte fel a hideg napokat. Ennek a hétnek a tematikája a lángos és forró italok volt. Sok-sok forró puncs fogyott, forró fahéja, salmalé, forralt bor, aszalt szilvaágyon, vagy éppen fehérboros forradbor, sárga barackágyon, ezek voltak a fő attrakciók itt a hétvégén. Nagyon sokan voltak, most estére azért megfogyatkoztunk, de hát érdemes volt eljönni. A forrongás Bogláron elnevezésű esemény ugyan befejeződött, de az igazi program kavalkád majd csak ezután kezdődik. Az első mérföldkő a pénteki jégpálya nyitás. Jövő héten pénteken 15 órakor reméljük, hogy így lesz, megnyitja a Balaton legszebb fekvésű jégpályája újra a kapuit. Ugye ez már a harmadik szezon itt nálunk Balatonbogláron, itt a kikötőben, a Balatoni Hajózási Zrt-nek a kikötőjében. És hát a pálya része már mutatja az operatőr kollégád, részben kész vagyunk, a palánkrendszer, a csőrendszer minden indításra kész, holnap reggel jönnek, bekötik a kompresszort, és elkezdjük a jeget készíteni. A kezem tudna mesélni itt az elmúlt két hétben, mennyi a palánkot és minden egyebet megmozgattunk. November 25-én nyit a Balaton legszebb fekvésű jégpályája itt Balatonbogláron, a legszebb fekvésű és egyelőre az egyetlen is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel pénteken 15 órától, reméljük, hogy 2-3 hónapig tudjuk majd üzemeltetni sok-sok programmal, már a nyitónapon pénteken meglepetés vendégek lesznek. Hozzánk korábban érkezik a Mikulás is, Süsüvel a sárkánnyal, aztán lesz diszkó, szóval érdemes lesz korcsolyát húzni. A helyszínen lehetőség van korcsolyabérlésre, de melegedő és büfé is várja a téli sportok szerelmeseit. A nem kevesebb, mint 40 méter hosszú és 17 méter széles pálya egyébként már nem csak a közönség korcsolyának, hanem a balatoni bocsok, jégkorong csapatának is otthont ad. Topos fejlesztés, 350 millió forintos beruházás Balatonbogláron. 20 éve az idősekért, jubilált a Csertán Márton otthon. Jégpálya, péntektől csúszhatunk a Balatonparton. Friss információs tartalmakért vagy videókért kattintsanak Facebook oldalunkra vagy YouTube csatornánkra. Ennyi fért mai híradónkba, holnap a megszokott időben ismét várjuk Önöket. További szép estét, viszontlátásra!